Sziasztok! Van egy csomó ilyen kiürült befőttes üvegem és konzervdobozkám, arra gondoltam, hogy a mai videóban újra hasznosítom ezeket. Most pedig egy pillanatra állítsátok meg a videómat és tippeljetek, hogy szerintetek ebben a projektben hányat fogok újra felhasználni. Hogyha feliratkoztok csatornámra, akkor arra gondoltam, hogy a nyertesek között kisorsolom ezt az asztali rendszerezőt, amihez ezeket felhasználtam, úgyhogy tegyétek meg és tippeljetek! A konzervdobozokon és a befőttes üvegeken kívül szükséged lesz még egy alaplapra. Gondold ki, hogy hány részes rendszerezőt szeretnél, és aszerint válaszd meg az alaplap méretét. Én egy 25x30 cm-es deszkalapot használtam erre a célra. De ezt megvalósíthatod rétegetlemezből, vagy akár kartonlapból is. Amikor megvan az alaplap, és kitaláltad, hogy milyen elrendezésben lesznek rajta a dobozok, akkor kezdődhet a festés. A Trinát spréfestékét használtam most erre a célra, mindegyiket egységesen gyönyörű ezüstös kalamszürke színre fújtam. Két réteget vittem fel, közben pedig hagytam, hogy teljesen megszáradjon. Végezetül már nem volt más dolgom, mint egy erős mindent ragasztóval az alaplaphoz rögzítettem a tartó rekeszeimet. Szerintem ez egy nagyon praktikus asztali rendszerező, így érdemes, ha már egyszer nekiállsz, egyszerre többet is gyártani belőle. Imádom azokat a kreatív ötleteket, amikor újrahasznosítok. Ha ti is így vagytok vele, akkor nyomjatok egy lájkot erre a videómra. Ha pedig feliratkoztok csatornámra és kommenteltek, akkor még meg is nyerhetitek ezt a kis asztali rendszerezőt. Remélem tetszett a videóm. Sziasztok, szép kreatív napot!